Sziasztok, én Szani vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban egy nagyon-nagyon drága adventi kalendáriumot fogunk kibontani, ugyanis, és amúgy nagyon nehéz, ugyanis idén is sikerült szert tennem a Lásnak az adventi kalendáriumára, ami hát pár éve még nagyon limitált volt, tavaly előtt emlékszem, hogy nem sikerült megrendelnem. Tavaly is nagyon-nagyon siettem, hogy sikerüljön, meg is rendeltem, csináltam is róla amúgy videót, viszont utána még hetekig elérhető volt, és idén pedig az a helyzet, hogy ezt is szeptember elején azt hiszem megvettem, mikor jött az üzenet, hogy mostantól elérhető, mert amúgy ebből mindig csak ilyen 500 vagy 1000 darab szokott volt lenni, viszont jelenleg is elérhető, szóval ezek szerint annyira már nem limitált, mint eddig, de nem baj, ettől függetlenül ugyanolyan gyönyörű, mint eddig. Olyan, mint tavaly, hogy ez is most ilyen ládikás, itt le lehet klappintani, és akkor lehet kinyitni. Hú, nagyon-nagyon jó illata van. Oldalt pedig vannak ilyen tartók. Röviden a dizájnról, hát szerintem ezt nem is kell megindokolnom, hogy miért találom iszonyatosan gyönyörűnek, nagyon jók a színek, nagyon jó a minta. Egyedül, ami számomra negatívum, hogy ez egyáltalán nem karácsonyi, legalábbis nekem nem jön át, hogy ez egy adventi kalendárium lenne. Itt a hátulján most veszem észre, hogy idén rá van nyomtatva, hogy milyen termékek vannak benne, tavaly szerintem nem volt. De, hogy az árát tekintve pontosak legyünk, 235 euróba kerül idén. Én ezt most szépen ki is hajtom. Oké, sajnos nem lehet teljesen hátra klappintani a tetejét. Na mindegy, nem is baj, lássunk hozzá. Amit már most látok, hogy megint két szintes, mint tavaly. Először 1-től 13-ig vannak a számok, aztán az egészet ki kell majd pakolnom, ahhoz, hogy meg tudjam mutatni a többit, hogyha titeket is érdekel ez a csodaszép, csodadrága, csodanehéz adventi kalendárium, akkor mindenképp tartsatok velem. Közben amúgy eszembe jutott, hogy lehet, hogy valaki nem is tudja, hogy mi az Allás, vagy hogy ez egy milyen cég. Bella! Hát én most látom csak, hogy te a torlászkodsz. Nem tesztük tönkre a szülinapi tortáját, ugye? Szóval a Lás az egy olyan cég, ami nagyon nyomatja azt magáról, hogy ő környezetvédők és állatvédők, szóval az összes termék, amit eladnak, az nincsen állatokon tesztelve, természetes alapanyagokból készülnek, és amúgy szappant gyártanak, nagyon-nagyon sokfajta szappant, tusoló dolgokat, most már hajápoló dolgokat, és sminkeket is. Hú. Nagyon-nagyon sok illat van itt most egyszerre az ölemben. Első nap egy ilyen kis jeges, macis termék van, és sajnálom, hogy a doboz hátuljára rakták, hogy mi micsoda, mert tök jó lenne, tudjátok, mit gyors lefényképezem a hátulját, és akkor mindig pontosan el tudom mondani nektek, hogy épp mi van a kezemben. Ez a jeges macis dolog, ez a Sleepy Bear névre hallgató fürdő bomba és levendulás. Második nap, The North Pole, szóval az északi sark nevezetű termék van, és ez egy habfürdő, a teteje szép arany, hát ilyen gyöngyház fényes, az alja pedig ezüst. Kellemes illata van, viszont sajnos nem írja, hogy milyen illatjegyei vannak. A harmadik napon egy valamivel nagyobb termék van, eléggé robosztus, és úgy néz ki, mint valami kőkorszaki dolog. Ez pedig egy cinnamon roll fürdő, hát habfürdő. Tényleg fahéjas illata van, azt rohadt! A videó végére nem lesz szaglásom. És azt írja, hogy ez fahéjas, csiga illatú, és ez egy melegítő habfürdő. Negyedikén Merry Christmas tusfürdő van, ez pedig aloe verás és agava szirupos, egy 100 ml-es kiszerelés, és aranycsillám van az alján. Hát ez egy tipikus, tényleg ilyen karácsonyi kiszerelés. Ötödik nap ismét egy nagyobb termék van, szerintem ez is egy habfürdő lesz, ez egy kis színes felhő. Ez pedig a Sleepy nevezetű habfürdő, igen, jól mondtam, és hogy ettől elvileg nyugodtan alszik az ember.
Nézzük 6-át Mikulás napot. Jaj, de aranyos. Ebben egy macis szappan van, vagy egy ilyen tusoló bomba talán, mindjárt kiderül. Jeges medve, vagy sarki medve, szappan. Nem ír semmit. Gyurma illata van. Tudjátok, ez a Play-Doh gyurma, egész érdekes. 7. napon, hát ez mi, egy elefánt, vagy egy elolvadt hóember? Mindjárt kiderül. Ez valahogy egy pingvin akarna lenni. The Christmas Penguin, ez is egy fürdőbomba, és citrusolaj van benne, és élénkít, azt írja. Ez nekem nem. 8-án egy nagyon-nagyon karácsonyi kinézetű, szerintem ez egy fürdőbomba lesz, nagyon szép, fényes, türkiszkék színe van, tetején pedig magyar, és nézzük, hogy ő mit tud. Hey Hollywood, az a neve. Hát ez fokrém, meg nem tudom, mit pfefferminz. A borsmenta. Hát ez, mintha egy brutál erős fokrém lenne. 9-én egy tégelyes termék van, ez pedig a Lime Bounty testvaj. Szóval tippelek, hogy lime-os és kókuszos. Igen, limetta és kókuszdió. 10-én egy sárgás színű fürdőbomba van. Ez valami érdekes, ismerős illat, de nem tudom hová tenni. Azt írja, hogy fahéj olaj van benne, és hogy ez egy ilyen kis karácsonyi fürdőbomba. Cinders az a neve. A 11-én a kedvenc lás termékem van. Ez a Gold Pearl, hogyha jól tudom. Golden Pearl. Nem is pearl, hanem peer, mert hogy körte. És ennek van szerintem... most hozzáértem bele az orromhoz, de nem vagyok most tiszta arany, de hogyha igen, akkor most így marad. Kis highlighter. Iszonyatosan jó körte illata van. Annyira finom, tényleg szerintem ez a legjobb a lásnál, és amúgy azt írja, hogy kaktuszfüge olaj van benne, és tengeri só. Közben bocsa, hangzavarért megint gyilkolja egymást a két csaj. 12-én egy jó nagy fürdőbomba van. Ez pedig a Twilight fürdőbomba, levendula van benne, és tonka absolute. Nem. Ez nagyon érdekes, nem mondom, hogy szörnyű, de kellemetlen illata van. 13-án pedig ez, mintha Peppa Pig lenne, vagy valamelyik meséből ez a figura, mindjárt megmondom. Hát azt írja, hogy Chris Mouse habfürdő, meg Skark úgy néz ki, mint az egyik disznó a mesében, nem? Valamilyen mese. Rágó gumi illata van konkrétan, annyit ír csak, hogy édes illata van, de ez konkrétan rágó gumi illat. És megvagyunk az első 13 termékkel, megpróbálom ezt most szépen, gondoltak rá, mert van egy-egy fül a két oldalán, és így az egészet könnyen fel lehet emelni. Nézzük a következő termékeket. Folytassuk a 14. nappal, és ebben 2 termék is van. Egy szappan, meg gondolom a tartó hozzá. Nézzük először a tartót. Ez parafából készült, és nagyon-nagyon jól is néz ki, jó a fogása is. Egy New Shampoo Bar. Nem tudom, hogy a new az most a nevéhez kapcsolódik-e, vagy csak az, hogy új. És azt írja, hogy ez egy stimuláló sampon fahéjjal, szegfűvel és csalánnal, és ez vékony és finom hajra van, szóval pont, mint az enyém. Elég fűszeres, tényleg érezni a fahéjat is, meg a szegfűszeget is. Erős, de jó. 15-én egy csomagolt termék van, ez pedig a Sleepy. Azt ismerem, mert volt egy tusoló bombám. Ez eléggé ilyen, kicsit ilyen púder szagú szerintem, és ez pedig egy body lotion, szóval egy testápoló. Amúgy azt írja, hogy búzatej van benne, vagy háfermilis zabtej, olyan van, illetve levendula. 16-án egy szép
zöld, mert ilyen menta színű és kék fürdőbomba van. Ez pedig a Thunder Snow fürdőbomba, és borsmenta van benne, és kakaó. Absolute, nem tudom, hogy ez absolute, nem tudom, az mit jelent. Wow, nagyon érdekes kombó. Talán tényleg egy kicsit ilyen after eight-es. Nem az a túl borsmenta, mint itt az előzőnél valamelyik nap. És a kakaóval keverve valamilyen nagyon jó, ilyen rendesen kellemes illata van. Ez tetszik. 17-én egy szappan van, úgymond egy vágott szappan. Még rog rajta a konfetti. Ennek nagyon jó citrusos, szerintem ez citromfű illata van. Nézzük is. Hát nem igazán hasonlít a képen lévő termékre, viszont ez elvileg a Baked Alaska szappan, és azt írja, hogy ez egy jégbomba. Szója, tej, mag van benne, és grapefruit. Ah, nagyon-nagyon kellemes. 18-án a Jolly tusfürdő van benne, egy eléggé rigító narancssárga termék, és ebben fahéj van, fűszer, szegfűszeg és narancslé. Ennek is nagyon-nagyon jó karácsonyi illata lehet. 19-én, ez talán szintén egy barackos termék, nem, hülye vagyok, Orange Pop fürdőbomba. Ah, ennek van ilyen jó mandarin illata. De jó. Igen, erről csak ennyit ír, hogy narancs illata van, de nekem ez inkább mandarin, de végül is hasonló. 20-án egy nagyon karácsonyi pink és fehér nyalóka formájú termék van, ez pedig a Candy Cane Mehrfach Schaumbad, szóval ez egy olyan habfürdő, amit többször lehet használni, és azt írja, hogy borsmenta illata van. 21-én a Dream Cream Hand and Body Lotion, szóval ez egy kéz és test ápoló, és kamillával, kék olajjal és levendula olajjal készült. 22-én ismét egy fürdőbomba van, ez egy lila, csillagos, holdas termék, a Sleepy fürdőbomba, és ebben nem írja, hogy milyen illat van. Hát mivel azt írja, hogy Sleepy, ezért tippelek, hogy olyan, mint az előző Sleepy termék, amiben levendula volt, azt hiszem meg zab tej. 23-án a Plum Duff tusfürdő van, ez mazsolás és mandarin olajos. Ez most muszáj megszagolnom, hogy tényleg mazsolás-e. Hát, mit tudom én, úgy annyira egyik se. Viszont azt nem értem, hogy plum az szilvát jelent. Aztán ez mandarin és mazsola. Na mindegy. Most látom csak, hogy van 24 és 25 is. Azt hittem, hogy ez esetleg egy fak lesz, de mindegy, nem. Akkor nézzük a 24-ét. Golden Pineapple Lippen Peeling, szóval ez egy ajak radír. Golden Pineapple, most azt próbálom kideríteni, hogy vajon tényleg aranya. Igen, alapból egy kicsit ilyen krémesebb színe van a terméknek, viszont arany kis csillámdarabkák vannak benne. Ananász púder van benne, és gyömbér. Biztos nagyon-nagyon jó illata van. Bár nem szeretem se az ananász, se a gyömbér, de mindegy. 25-én pedig egy parfüm van. A Keep It Fluffy parfüm, és 15 ml-es. Azt írja, hogy éterikus olajokkal készült, de kézzel keverték. És közben értékelhetünk is, nekem tökre tetszett. Nem emlékszem, hogy tavaly mennyivel volt másabb, de szerintem úgy nagyjából ugyanaz. Amit én egy kicsit sajnálok, hogy picit egyhangú volt, szóval nagyon sok habfürdő és fürdőbomba volt benne, amit hát annyira nem értek, mert azért a Lush-nak vannak tök jó termékei, és igazán beletettek volna még valamilyen normál szappant, meg van tusoló bombájuk is, amit szétmálik, vannak jellik, van tényleg, mint mondtam, sminktermékük is,
van olyan karácsonyi termék, ami ilyen pálcikán van, még valami, szóval azért eléggé sokfajta termékük van, és én ezt most egy kicsit tényleg egyhangúnak éreztem, nagyon sok volt például a borsmentás termék is, és én pontosan tudom, hogy a szappanoknál mennyire változatos illataik vannak, és ezt az adventi kalendáriumban annyira most sajnos nem láttam, és tiszta csillámos, meg színes, meg illatos a kezem. Én erre most adnék 3,5 pontot, mert hát ezért, amit leírtam, mert hogyha volt is valami tégelyes termék, például azért picike volt, ami persze most nem óriási nagy probléma, de én úgy érzem, hogy a 235 euró miért nem kaptam olyan sokat, mint kéne, vagy nem olyan változatos termék palettát kaptam. A doboza, a csomagolása az gyönyörű, szép, arra az égvilágon semmi rosszat nem lehet szerintem mondani. Nekem ez most sajnos 3,5 pontot ér meg, tényleg többet nem szeretnék ráadni, viszont kevesebbet se, mert azért tök jó termékek voltak benne. Írjátok meg ti is nyugodtan kommentbe a ti véleményeteket, hogy ti milyennek láttátok, hogy esetleg van-e olyan termék ebben, ami kifejezetten a kedvencetek, és hogyha tetszett a videó, nyugodtan hagyjatok itt egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek volna meg. Én Szeni voltam, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!